Isten, áld meg a magyart jó kedvel, bőséggel. 200 éve született meg a himnusz, és 180 éve zenésítették meg a szózatot. E két dátum jegyében telt a Sátoraljóújhelyi Városi Könyvtárban a Magyar Kultúra Napja tiszteletére tartott ünnepség, melynek megálmodója és moderátora Dombóvári János volt, aki az ES során zenetörténeti oldalról közelítette meg Vörös Marti és Kölcsei szóban forgó költeményeit, ismertetve a két mű megzenésítésének körülményeit. Ha ezt a két nagyon szép jubileumot összekapcsoljuk, akkor ennek a zenei vonatkozását nagyszerűen be lehet mutatni, és miután a reformkorról szól ez az ünnep, és a reformkornak a magyar azonosság tudat szempontjából egy nagyon fontos zenei stílusa született, a magyar verbunkos, és ez a két néphimnusz, nevezhetjük így, mind a kettőt verbunkos zenei stílusban fogant, ezért szerettük volna tudatosítani a hallgatókban, hogy amikor éneklik, akkor ez legyen természetes, hogy ez a magyarságunknak egyik jelképe. A program keretében dr. Tusnádi László irodalomtörténész a Nemzeti Imánk születésének körülményeiről tartott előadást, aki kiemelte, a nemzetek himnuszai többnyire indulók, vidám és buzító énekek, sokszor a katonai győzelem mámorával. A magyar himnusz azonban nem illik bele ebbe a sorba. A jó után jön a rossz után a jó, és jön a megint rossz. Ezt már felcserélte Kölcsei is, oly módon, hogy rabló mongol nyirát zugattat fölöttünk, hosszú története van annak. Ezután volt a csoda, hogy Dante megállapította Beata Ungaria, mert a halottnak nyilvánított ország nem gonoszak, hanem a vatikáni követ által halottnak tekintett Magyarország feltámadt, és 60-70 évvel később Dante már úgy képzelte el, hogy Martell Károly alkalmas lett volna annak a világállamnak a vezetésére, amelynek egy célja lett volna, hogy szűnjön meg örökre minden háború. Tehát én a magyar himnuszban olyan béke üzenetet látok, és olyan meggyőződést, amely Magyarországnak a küldetése. Az estet a Hangász négyes játéka és Új Péter versmondó szavalatai tették változatossá. A program a himnusz közös elmondásával ért véget. Megbűnhődött a nép, a mondhat sérülnek.